ha most itt egy váltás lesz, abból a menetből, ami egy sikeres irány volt, lehet, hogy az is sikeres lesz, de mindenképp valamilyen elmozdulás lesz. Nem biztos, hogy a következő 7 éves EU-s forrásokat olyan hatékonysággal és olyan módon tudjuk behozni, ami tovább viszi ezt az irányt. Tehát nem lenne szerencsés ebből a szempontból, hogyha ebben törés lenne. A megyei elnök a megyei kamaráról dr. Szakács Imre csak jót tud mondani a kereskedelmi és iparkamara tevékenységéről. Az önkormányzatnak már 20 éve van együttműködési megállapodása a kamarával, amelyel egyre gördülékenyebb a közös munka. A megye első embere szerint jó lenne folytatni azt az irányvonalat, amit a kamara a jelenlegi vezetéssel megkezdett. Éppen ezért Szakács Imre szerencsés tartaná, ha Mihalic Antal újra bizalmat kapna a kamarai választáson. Az a munka, amelyet az elmúlt bő 10 évben Mihalic Antal elnök úr és Dinnyés előtt főtitkár úr vezetésével vagy nevének fémjelzésével a kamara letett, én azt gondolom, hogy magáért beszél. A megyei önkormányzat minden esetben próbálta maga lehetőségein belül segíteni, támogatni a kamarai munkát, és viszont is elmondható, a kamara azokat az információkat, amelyeknek ő van a birtokában, mindig megosztotta a megyei önkormányzattal. A megyénél már a 2014 és 2020 közötti időszakra terveznek. A cél, hogy Győr-Moson-Sopron az eddigiekhez hasonlóan minél több uniós támogatáshoz jusson, ebben pedig Oroszlán része lehet egy jól működő kamarának. A következő megyei közgyűlésen éppen arról a stratégiáról lesz szó, amit az iparkamara dolgozott ki annak érdekében, hogy a megye a következő uniós ciklusban tovább erősítse pozícióit.